Magyar Ház konyháján vagyunk ismét, és ezúttal egy dobostorta fog készülni Panek Ödön bácsi 100. születésnapjára. És aki készíti, itt áll előttünk Bognár Kati, akit éppen tegnap vettünk fel egy egész más tevékenység, egy ebédkészítés közben. Most viszont bemutatja nekünk, hogy hogy készül a dobostorta. Köszöntünk, Kati, és köszönjük, hogy megteszed ezt a nagy szívességet mindenkinek. Jó napot ismét! Kezdjük, ami a legérdekesebb a dobostortából, mert a dobostortának van legendája, van sok mese, van története, de mindenki tud piskót alapokat csinálni, mindenki tud valamilyen fajta csoki krémet csinálni, de a legérdekesebb ez lesz a cukormáz. Tehát mi most fordítva fogjuk csinálni, a cukormáz tetővel fogjuk kezdeni, mert annak muszáj, hogy kihűljön, mielőtt ráteszük a befejezett csokoládé. Először egy lap megvan, a legszebbet meghagyom. Ezt ma megjelölöm, most hány darabba akarom csinálni. És mindig a régi matek szerint ez mindig csak négyesivel lehet csinálni, tehát 8, 12, 16, 20. Az eredeti dobos torta, ami az 1884-es években kezdett létrejönni a Dobos József cukrászmester, az 20 szeletből állt. Őszintén mondva szerintem most a 20 szelet az már ilyen nagy volna. Nagyobbnak kellene legyen. Igen, mert a lényeg, hogy amikor itt vágjuk be a cukrosat, akkor az nagyon törékeny lesz és nagyon nehéz. Tehát megvan jelölve a darabok. A másik az, hogy én kockacukort használok. A cukrászmesterek Magyarországon mondják, ez sokkal tisztábban olvad és pirul és karamellázott. Jó van, kész. És akkor ezt fogom ezt betenni. Ez körülbelül egy 250 g cukor, majd meglássuk. Egy teflonos serpenyőbe tesszük, lehet lábosba is, tehát akkor mindig le kell venni az olvasztott cukort a lábos széléről. Ez sokkal könnyebb. Nem tapadós. Igen, nem tapadós. A kockacukor picit lassabban olvad, de türelem kell lenni, és nagyon szép tiszta a cukormáz utána. Én ilyen műanyag kanalat használok. Lehet rendes fémkanalat, de amit nem szabad, az nem szabad fakanalat használni, olvasztani a cukort. Uh-huh. Hozzáragad vagy? Hozzáragad, nem is az. A fakanál, ha csak nem egy tiszta vadonatúj fakanál, az megszínezi. Igen, megszínezi, és akkor különböző ízek vannak abban a fában, mert az magába szívja. Lehet egy kis gulyás is van benne már. De jó, ugye? És akkor ez egy lassan, egy 10 percig kell. Mikor egy csöppöt kezd olvadni, akkor teszünk bele egy csöpp kis citromot. Uh-huh. Citromlét, frisset, facsart, vagy az üveg, az már mindegy, de kell egy kicsi bele. Néha szoktak vizet tenni azért, hogy ne legyen olyan kőkemény, és egy picit könnyebben lehet vágni. Közben, míg olvad a csokoládé, addig megnézzük, hogy mi megy bele a csokoládé krémbe. Az lehet párizsi krém, lehet rendes vajkrém, ki mit hogy tudja. Ez 90%-os belga csokoládé. 90%-os kakó tartalma. Ez meg belga rendes édes csokoládé. Ez olyan 60%. Én nem teszek, de aki szeretné használni kakaóport, picit sűríteni, ez a sötét kakaópor. Ez a másik, ami a lényege, ez kakaóvaj. Ez szintén kakaóvaj, én jó kakaó illata van, de ez csupán nincs beszínezve, ez csak csupa a kakaóvaj, és ezt olvasztom együtt ezekkel, mert akkor simában kenyhető a krém, és jobban eláll a krém. Még amikor a cukrászmester
csinálta, ő is az eredeti receptjébe tett bele kakaóvajat. Okay. Igen, mi érdekes volt, hogy akkor még ezt is föltalálták, a kakaóvajat. Tehát a vajkrémhöz kihabosítunk tojás, egész tojás porcukorral gőz fölött, és akkor jó habosra kihabosítjuk, akkor egy 40 deka vajat kihabosítunk vaníliával, összekeverjük, és így néz ki a massza a végén. Annyit akarok megmutatni, ez nagyon puha massza, tehát nagyon puha massza, ez nagyon könnyű, finom, könnyű, kenyhető. Szép, puha, lágy, kenyhető. Szóval, tehát mikor befejezzük ezt, rátesszük a cukros lapokat, akkor még az oldalát bekenjük egy picit, hogy szép legyen, kidíszítsük, és akkor ennyibe fog állni a dobos tortalak. Na, és közben már... Ma. Kezd pirulni a cukor. Uh-huh. Megindult a karamellizálódás. Uh-huh. És ez adja azt az érdekes, szép színét. Uh-huh. És azért használok teflon serpenyőt, mert ez tartsa a hőmérsékletet. Ez tartsa a hőmérsékletet. Na most a kis cukrászoknak a titka, egy kis citromlé. Ez mit tesz? Az, hogy megszilárdul a cukor, de nem lesz kemény. Hogy könnyebben lehet aztán készíteni, vágni. Na most, amikor ehhez a ponthoz ér, ez tényleg egy állandó kavarás figyelésre kerül. Mert ez egy pillanatok alatt elég. Most már komolyan olvad. És azt hiszem mindjárt kész is lesz, ugye? Igen, egy olyan 3 perc. Ez már majdnem kész. Leveszem a tűzről, de nem teljesen. Meg kell nézni, hogy mennyire szép tiszta a cukor. Mindig szoktunk egy kis próbát kitenni, és addig visszatesszük a lángra, hogy aztán még olvadjon egy kicsit. Azt kell tudni ebből, hogy nem szabad utolsó pillanatig rajta hagyni a legmegfelelőbb színre, mert ezek a serpenyők tartsák a hőt, és akkor ez még tovább fog... Sötétedni fog. Sötétedni fog, ez tartsa meg, és akkor keserű lesz, elég. És nem is az, ilyen folyékonyan nem lehet a tortára ráönteni. Tehát leszoktam venni, hagyom egy olyan 3 percet, hogy kezdjen picit hűni, kicsit sűrűsödni, megdermenni, és akkor öntöm a tortalapra. Na, ezt még megvárjuk, ja. Amíg leveszed. Ja. Tehát még egy kis cukrok vannak benne, tehát még csak egy kis idő kell. És ezkor ezért használom a műanyag kanalakat ehhez. A fém kanál, meg a fa kanál, az akkor oda ragad és csomósodik, és akkor a cukorkristályok mennek bele, akkor aztán még más gondomban. Na tessék, ezt le fogom venni most, és ide félretesz még, hogy picit hűljön még, és olvadjon. De lehet látni a füstül, ha lehet a kamerán látni, hogy most már még tartsa a hőt, és akkor ez még pirul itten. Olvad. Igen. Hagyjuk egy picit, nézzük meg ezt a kis próbadarabot. Tud, muszáj, hogy tüzálló legyen az ujjaid is. Ja. majdnem kész. Ez is majdnem kész. De még picikig. Ide készítettem egy kis tábla, a margarin vajat lehet, shortening zsírt, az már mindegy, hogy mi, mert először a tortát bevágtuk, utána a késnek a fokával fogjuk végighúzni a cukort rajta, és amikor már kezd picit megdermel, keményni, akkor az élibe. Tehát minden második a húzásnál, csiknál, akkor az egy kis vajba bele kell mászni, mert akkor ragad hozzá. Ja, hozzánk ragad, és akkor nem tudunk mit kezdeni. Ez már majd. Még egy kis próbadarabot csinálok ide. Már lehet látni a két különböző színt, ugye?
Igen. Ez már mutassa nekem. Picit sötétebb. Igen. Videón is látszik. Uh-huh, nagyszerű. És itt is már picit kell sűrűsödni. De még szépen pirulnád, nagyszerű. Tehát három ilyen kis próbát szoktunk csinálni. És akkor az is megmutassa, hogy milyen folyékony nekünk az egész. Kavarjuk. Itt már a szélén már kezd egy picit megbenni. Az utolsó próba. Ez már még sötétebb, ugye? Igen, egy árnyalattal, ez is sötétebb. Igen. Nem sokkal, de... Nem sokkal, de egy árnyalattal, ami ez mutassa, hogy jó. Ezt a szilikonpapírt, ezt befújtam egy kis olajjal, hogy ne ragadjon, mert az tényleg az kellemetlen, ha utána levenni. Hmm. Nagyon jó néz ki. Uh-huh. Lehet látni, ahogy már öntöm kifele, már kezd dermedni. Igen. Jó. Ezt ide félreteszem. Hogy a széle is szépen be legyen vonva. Egy picit. Uh-huh. Fölhajtsuk a papírt, hogy akkor a széle is szép. Igen. Legyen. És akkor így aztán tudjuk egyenleteni a cukrot is. De itt már lehet látni, hogy már is dermed is ül. Még nem lehet késen meghúzni. De látom, hogy mindegyiknek a széle is szépen megvan. Először csak a fokával. Mindjárt megnézzük, hogy először óvatosan, hogy aztán ne húzza. Nagyon ügyesnek kell lenni, hogy ne menjen. Igen, menni. Muszáj tudni a gyorsaságát, nem lehet elkapkodni, nem lehet túl mélyen bevágni. Szóval ez csak gyakorlat, tapasztalat, és amikor az ember többször elégeti a cukrot, többször elégeti az ujját, többször fölhúzza a cukrot meg a tésztát, akkor már tudja, hogy ez milyen gyorsasággal megy. Mert hűni fog. Még egyszer körbe megy vele? Többször. Igen, hát már kétszer, ha már igazából számolom. Most az egyik legenda a dobos tortáról az, hogy a dobos mesternek volt egy inassa, aki köpülte a vajat. A só helyett a cukrot tett bele a köpülőbe, és akkor aztán, hogy ne pazarulja a vajat, a dobos úr megkóst után, azt mondja, ezt még föl lehet használni. Tehát akkor rájött az, hogy akkor na, ez valamilyen vajkrémet kellene ebből csinálni, mert az akkori stílus torták, ez ilyen több rétegű, 10-12 rétegű ilyen cifra, mint a madár kalitka, ilyenfajta tortákat készítettek akkor. És ilyen tejszínes krémekkel, tehát nem álltak el. Akkor kidolgoztatta a receptet a tortának, akkor azt hiszem 1895 körül volt egy kiállítás Budapesten, és akkor ott neki ott volt egy pavilon. És akkor ezt a tortát csinálta, és megkóstolták. A legenda szerint akkor nem is tudom most a történelmet, a legenda szerint a herceg meg a herceg király az osztrák monarchiából megkóstolták, és akkor beleszerettek, és akkor már jöttek a rendelések, sőt, világszerte szét Európába küldték a tortát. De a másik gondja volt, na most hogy fog ez elállni, hogy mire Berlinbe küldi, vagy Bécsbe küldi. Akkor az ráépített ilyen külön ilyen balszafából ilyen kis dobozokat.
Lehet hallani. Már látom, igen. Hogy kapog. Igen. Illetve hallom. Igen, hallani. És akkor ilyen külön kis ilyen dobozkákat épített, hogy a torta belemenje. Tehát akkor küldték is a tortákat az európai nagyvárosokba, a cukrászdákba, az úriházakhoz, és nem olvadt el. Na, most már lassan kezdjük az élivel. Hogy aztán ebből mi az igaz, mi nem. Nem. Csak jó kis mese, ugye? Ja, érdekes. Persze. Érdekes. És a nagyon sokan kérték tőle a receptet, soha nem adta át, de nagyon sokan próbálkoztak, hogy így meg úgy csinálni, és soha nem tudták végére, már megunta a dolgot, és átadta a cukrászipar szövetségnek a receptjét, és akkor onnantól már tudták csinálni. És azután nem sokára rá, aztán neki a kis üzleti, a cukrászdája, az be is csukott, és többet nem is nagyon foglalkozott ebbe. Írt aztán könyveket, receptkönyveket, és akkor ennyi volt a híressége a dobos tortának. Most már kezdhetem mélyebbre. Ezt addig kell csinálni, amíg teljesen átvágod. Igen, ugye? Igen. Akkor így lesz szép szeletek. Akkor az utolsó vágás az, amikor már töröm a cukrot. És a megolvadt vaj, az nem csinál bajt rajta? Nem, hát mert vaja van csinálva a végeredményben. Ha az ember ezt az angol fajta shortening-ot használja, meg a lard, az egy picit más ízet ad, azért próbálok így a vaja vagy margarinna maradni. Hát a vaja legszimpatikusabb nekem. Igen. Ugye? Igen. Én mindig azt hittem, hogy ez azért hívják dobostortának, mert olyan, mint egy dob. Nem, a doboz miatt, amiben küldték, állítólag. Ezt már lehet hallani, hogy igen. Már egyszerűen roppan. Csak türelemmel. Sziasz. Nem akármi. Csak türelemmel, és nem lehet... Nem lehet sietni vele. Nem. Semmiféle ki nem lehet. Nagyszerű. Itt a dobolás. Ez igen, dobostort. Lehet, hogy ezért van elnevezve a dobostortán. Nem. Okay. Na most. Hogy né? Most már végig vágom. Ez egy elég nehéz műveletet ad. Hát, jó, hogy a kezed biztos legyen. És ami lefolyt körbe, azt le fogod vágni. Azt le fogod vágni szépen. Igen, igen. Gyerekkorunkban úgy csinálták a pörkölt cukorteját, igen? És akkor azt mondom, hogy néha ha akarom díszesebben, ezt nem dobom ki, az hagyom, hogy teljesen kihűljön, beleteszem a darálóba, vagy a processzorba, és akkor morzsára darabolom, és akkor abba díszítem be a tortának a szélét, az oldalát, hogy ott is legyen. Még egy. Na, tessék, azért nem van. Most kezdem itten a szélét vágni. Ezért fontos a szilikonpapírt egy picit befújni, megzsírozni. Ez szilikonpapír akár, vagy hát, sütőpapír? A sütőpapír. Magyarországon úgy mondják, hogy szilikonpapír, mi itt rászoktuk, hogy sütőpapír, sütőlemezpapír, ugye? Hmm. Körbevágjuk,
megnézzük még egyszer, hogy középen el lett vágva, akkor hagyjuk, hogy kihűljön, mert melegen nem szabad rátenni a tortára. Jó, persze. Hát a cukor még most is forró meleg. Na most még egyszer megnézem itt. Nem számít, ha az ember csinál egy tortát, 10 tortát, akkor is ezt az utolsó lapot, a cukormáza csak is külön-külön. Nem lehet többen, mert nem létezik olyan gyors keze van, hogy ezt tudnál csinálni szépen. Na tessék. Nagyszerű. Egy picit igazítom. Most hagyjuk ezt kihűlni. Na, kedves nézők, elértük azt a pontot, hogy most már a torta meg lett kenyve, kivesszük a rámából, ez ilyen nyullós keret, kivesszük a keretből, levesszük ezt a acetét, ez tartotta a formát addig, és így is lehet, le is vesszük a tortát. Ez még elég jól megállt, de mielőtt rátesszük a tetejét, az oldalát picit kisimítjuk. Lehet látni a rétegeket, gondolom, ugye? Hát, ha közel megyek hozzá. Igen. Lehet látni a rétegeket. Annyit, hogy ezt nem betakarjuk, mert úgyis az oldala meg lesz kenybe diszítve. Na most azt úgy csináljuk, hogy csinálunk ilyen rózsákat, de ezt így is lehet csinálni, hogy ráteszük így simán. Igen. A kocka cukrot, vagy így, úgy aztán így tudjuk ferdén kapni. Is szokták. Ferdén is szokták, hogy ilyen legyező formába legyen. Na most így fogjuk kezdeni. Remélem sikerülni fog. Ez. Nem szoktam gumikesztyűt fölvenni, csak azért, mert a cukor oda ragad. És ugyanabban a formában, hogy vágtam, ugyanabban a formában teszem a tortára. Mert ha nem, akkor előfordult olyan is, hogy úgyhogy ez most nem fér rá. Ez valamit nem jól csináltam akkor. No, mások úgy belefér. Na? Belefér. Belefér. Na, jó van. Amikor látom, hogy valamiért nem jól sikerül, és látom, hogy nem fog ráférni, akkor szoktam ilyen legyező formába tenni, és akkor szépen elfér. Na, még egy picit simítunk itten. Elsimítottuk a krémet, hogy a széle is belefér. Most aztán csak egy... Csak mégis, hogy... Díszítés. Díszítés a minden. Néha ez kis apró díszítések. Csak azért is megy oda kény. Na most aztán, mivel születésnap, egy kis aranyozott drazsé. Hát, legyen egy kis arany, ugye? Nem kell sok néha egy díszítéshez, csak ilyen apró kis műveletek. Túl díszített torta, az már nem igazából. Az már nem igazából a dobos, mert a dobos tort az nem volt túl díszítve. Maga a doba tetején, igen. Mit és én dobnak annyit, nevezek. Igen. Annyit, hogy még ide csak ilyen vékony sikva, ilyen reszelt csokoládét teszek. Csak ilyen vékony csikokba.
csak egy kis kontraszt legyen. Mert van az arany, van a pörkölt cukor, van a vajkrém, és akkor van egy kis igazi csokoládé is legyen. Lévni. Aztán, mivel születésnap is, ilyen tortára nagyon nehéz ráírni, boldog születésnap, Isten éltessen, akkor csináltam még ma reggel fondant, cukorfondantból egy kis rózsát, ezt ide szépen rátesszük. És na tessék, boldog születésnapot kívánunk, Panek bácsi! Én is csatlakozom, köszönjük szépen Katinak, hogy megcsinálta ezt, és így aztán a Magyar Ház is képviseltetve lesz a születésnapon, a 100. születésnapon. Köszönöm, Kati, a gyönyörű tortát és azt a sok információt, amit kaptunk tőled most, úgyhogy én szerintem biztos lesz, aki meg is fogja próbálni. Hát remélem, remélem. Ezt muszáj, ezt a hagyományt, mert ez igazából egy hungárikum a dobostorta, ezt muszáj folytatni és megöregbíteni. Na hát, köszönjük szépen még egyszer, és nincs minden jó étvágyat kívánunk Panekéknak. Jó.